ide jöjjenek! Mert nem látjuk őket szívesen! Ne ide jöjjenek! Haszna az lesz! Ezt szeretnék elérni! Az egyik haszna az lesz! Néhányan kijöttünk ide, meglátogattuk az aluljáróban éppen lefekvéshez készülődő migránsokat, akik 80-100 körüli létszámban az aluljáróban éppen aludni készültek, miközben liberális szervezetek enni-inni ruhát és gyógyszert osztottak ki nekik. Fontos az, hogy megmutassuk a társadalom felé is, hogy amikor a szélsőség megjelenik, akkor arra van egy olyan hang, akik megszólalnak, hogy ez nem elfogadható. Gyerekek vannak, csecsemők vannak, betegek vannak, idősek, ez kutya kötelességünk a segítség, és hogy a Jobbik, miután ebből nyilván politikai dolgot csinálunk, abszolút figyelmen kívül hagyják az embert, mint minden egyéb más tevékenységükbe is. Tehát, hogy eléggé rettegnek ezek az emberek, akik otthonról nem gazdasági okok miatt menekültek, és a Jobbikosok rettegésbe tartják ezeket. Mindig, minden nap itt vannak nagyon nagy számban, de mai nap szerintem én úgy tudom, és ahogy néztem, kiürítették az alsó aluljáró részt. Azokat az akciókat, amit például tegnap este sikeresen végrehajtottunk, hiszen ki lett takarítva az aluljáró, ezeket fogjuk folytatni. Ria, Ukrajna! Ria, Ria, Ukrajna! Ria, Ria, Ukrajna! Ria, Ria, Ukrajna! Ria, Ria, Ukrajna! Ezeket fogjuk folytatni egészen addig a pillanatig, ameddig Magyarország nem lesz újra magyar és lehetőség szerint fehér. Más célpontot keressenek, ide nem jöhetnek. Ez lesz az üzenete annak a tüntetés sorozatnak, amit az összes tábor elé meg fogunk szervezni, az összes gócpontot meg fogjuk látogatni Budapesten, ahol ez a csürhe táborozik. A határon viszont, a 180-200 kilométeres határszakaszon, ott nem olyan könnyen talál meg minket a rendőrség, mert jobban szeret ellenünk intézkedni, mint az afrikai hordák ellen, ezért a határon ott meg tudjuk mutatni a menekülteknek, hogy ide ne jöjjenek! Bár ez a rendezvény véget ért, a küzdelem csak most fog igazán kezdődni. Megvédjük Magyarországot!